A műsort támogatja az Illés Sport Alapítvány. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Itt a hónap utolsó hétfője, ami ugye azt jelenti, hogy kizárólag sportműsorokkal szolgálunk ma itt a Szombathelyi Televízióban. A szokásos sorrendben következnek majd a műsoraink, azaz az Arénával kezdünk, azt követi majd az Akadémiai Foci Magazin, zárásképpen pedig majd a Portrét láthatják, és akkor gyorsan nézzük azt is, hogy az Arénában mi lesz a menü. Nos, kosárlabdával kezdünk, tájfutással folytatjuk, majd pedig torna következik, végül pedig női labdarúgással, azaz a Viktóriával zárunk, ugye, hogyha már elkezdtem kimondani a szombathelyi női labdarúgó csapat nevét. Az ajándékunk ennek ellenére a férfi labdarúgáshoz kapcsolódik majd, ugyanis a szombathelyi Svitelszki Haladás ajánlott fel kétszer két darab belépőjegyet a csapat hétvégi hazai bajnoki mérkőzésére. A szombathelyiek a Budapest Honvéd együttesét fogadják majd, mégpedig vasárnap, április 5-én 16 óra 30 perces kezdéssel, tehát aki jegyet szeretne nyerni nálunk erre a mérkőzésre, annak nincsen más teendője, mint az, hogy tiszteljen meg bennünket az SMS-ével, véleményével, kérdésével, a már jól ismert számra, azaz a 0620-2020-800-asra várjuk az üzeneteket, tehát a Hali meccs, a tét, kétszer két darab belépőjegy. Ennek ellenére kezdésként akkor legyen kosárlabda, ugyanis a tegnapi napon Szegeden vendégeskedett a Falco Trend Optika KC Szombathely együttese. Nézzük, hogy hogyan sikerült ez a kirándulás Vil Tamáséknak. Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság középszakaszának 5. fordulójában Szegedre látogatott a Falco Trend Optika KC. A középházban szereplő szombathelyiek nem őriztek túlságosan szép emlékeket az előző tiszaparti kirándulásukról, ugyanis januárban 101-92 arányban kikaptak Kálmán László tanítványai a délalföldi városban. A sárga-feketék elleni mérkőzésre felépült a szegediek előzőleg sérüléssel bajlódó két meghatározó játékosa, Andrea Csirics és Branko Jereminov. Az első negyedben azonban nem ők, hanem Per Zoltán játszotta a főszerepet, akinek találataival rendre 2-3 ponttal a Falco járt előbbre. A játékrész végén azonban jött Zorán Kuntics, és találatainak köszönhetően a hazaiak zárták 28-23-as vezetéssel az első 10 percet. A második etapban lényegi változások nem történtek, a küzdőfelek szinte felváltva találtak be, így a félidőben még mindig a szegediek vezettek. 53-46 állt az eredményjelző táblán. Térfélcserét követően viszont megrázták magukat a vasiak, és átvették a játék irányítását. A harmadik negyedet 32-24-re nyerték meg Per Zoltánék, így a záró 10 percnek már a Falco futhatott neki 78-77-es vezetésről. A hajrában egészen 83-83-ig együtt haladt a két gárda, ám azt követően sikerült meglépniük a hazaiaknak, akik végül nagy küzdelemben 98-95-re megnyerték a mérkőzést. A szombathelyiek vereségük ellenére magabiztosan állnak csoportjuk élén. Kálmán László csapata két győzelemmel előzi meg a második pozíciót elfoglaló pécsi együttest. A Falco a következő fordulóban szabadnapos lesz, így legközelebb csak április 4-én szombaton lépnek pályára a sárga-feketék, amikor az Albafehérvár otthonában vendégeskednek. Egy borzasztóan elrontott harmadik negyed... Úgy konferáltam fel, ugye, kedves nézőink, ezt a mérkőzést, hogy mit játszottak Vil Tamásék Szegeden. Most ezt megkérdezhetjük akkor Vil Tamástól itt a helyszínen, ugyanis itt köszönhetem a stúdióban a Falco játékosát. Szia Tamás! Üdvözlök! Hát azt ugye tudjuk, hogy mit játszottatok akkor Szegeden, de azért ne ünneprontással kezdjük akkor rögtön a beszélgetésünket, ugyanis ugye az elmúlt egy hétben két mérkőzést is játszottatok, az egyiket a körmendeleni hazai találkozót, amit óriási küzdelemben nyertetek meg, majd pedig utána rándultatok le a Tisza partjával, betartjuk a kronológiát, kezdjük a körmendeleni megyei rangadóval, ami szerintem ahhoz képest, ahogyan indult, plusz 23, a végén viszont nagyon izgalmasra sikeredett. Igen, sajnos izgalmas a sikeredett meccs után az ügynököm küldött egy üzenetet nekem, hogy hát sajnálja, hogy nem tudott ott lenni, biztos, hogy jó meccs volt. Hát én mondtam neki, hogy nekem annyira azért nem tetszett, így ahogy alakult, persze a vége az nagyon jó volt, de valahogyan, amikor ugye azt hiszem, hogy 26 ponttal is vezettünk,
nem volt meg bennem, meg utána a társaimmal beszélgettem, ők sem gondolták, hogy ez azért így marad egészen végig, úgyhogy, de hát arra meg nem gondoltam volna, hogy még át is veszi a körben a vezetés, de hát hála Istennek a végén volt egy-két kult szituáció, amit jól oldottunk meg, és ennek köszönhetően tudtunk nyerni. Benne felsejlett egy mérkőzés, amit egy-két esztendővel ezelőtt játszottatok, amikor jól emlékszem, talán 19 pontos előnnyel futottatok neki az utolsó negyednek a Körmend ellen, és a végén a körmendiek távoztak mosolyogva. Igen, igen, emlékszem arra a meccsre. Hát azért nem minden nap esik meg az emberrel, nem? Azért is emlékszem, hogy rossz emlékem is van róla. Az egyik utolsó dobás az enyém volt, egy 3 pontos, Kámla Laci leadta nekem. És azt sajnos kihagytam, azzal nyertünk volna, úgyhogy ez egy ilyen, még egy sebb bennem, úgyhogy hogy ne emlékeznék rá természetesen. Hát látszik, hogy ilyen nagy rangadók ezek, hogy bármi megtörténhet. Úgyhogy azt nem éltük túl, most hála Istennek ezt túléltük. Nem akarok kóstolgatni, de mostani körben meccsen is volt egy utolsó szituáció, az utolsó pillanatokban egy tripla kísérleted, ami hogyha bemegy, akkor korábban hátradőlhettünk volna, viszont kimaradt, utána ugye jött a Martinisnek az a két triplája, amit egy percen belül vett be. Igen, igen volt. Hát mostanában valahogy nem érzem annyira ezeket a 3 pontosokat, ami egyébként a fő fegyverem pont, úgyhogy nem tudom, hogy mi volt. Az valahogy nem, pedig egyébként jó helyzet volt, ezt be kellett volna dobni, de hál' Istennek az utolsó, hogy válaszoljak a szurkálódásra, az utolsó volt egy fontos 2 büntetőm, amit viszont sikerrel vettem, úgyhogy én szerintem, hogy azzal is hozzájárultam a győzelemhez, de kétségkívül itt a legfontosabb elem az a Martinisnek a 2-3 pontosa volt, és szerintem az talán lélekben is megnyugtatott minket, és utána ugye volt még nekem 2, meg Martinisnek még 2 büntetője, és ezzel tudtuk abszolválni. Egyéb iránt a témánk a Falkó, de ezért egy picit, hogyha beszélgetünk rólad is. Nekem nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy hihetetlen akarat dolgozik benned minden mérkőzésen, hihetetlen bizonyítási vágy, és ez a nagy akarat néha bizony nyögésbe megy át. Mint hogyha nem látnám azt, hogy van benned önbizalom. Én ezt jól látom, avagy teljesen más az igazság? Jól látod, de annyira már nem jellemző ez, mint mondjuk fiatalabb koromban volt. Ezt igyekszem levetkőzni ezt a dolgot. Tény is való, hogy amikor mondjuk van egy jó sorozat, mint például a Kokain most Váradőben, ennek éppen egy nagyon jó szériában van, és ennek nagyon örülök. Akkor én is úgy érzem, hogy egyáltalán semmi izgalom, semmilyen lelki furkálódás nincsen bennem. Ez egy mentális helyzet, az edzések jól mennek, jól dolgozok szerintem úgy, ahogy az egész csapat, nincs ebben semmi gond, ez az én személyes esetleg probléma, hogyha ezt problémának lehet mondani. Nem, hinnem, hogy probléma. Szerintem sem egyébként. Benne van a sportban, nem? Igen, nincsen itt egyébként semmilyen komoly probléma. Hogyha én legyőzöm önmagamat, pedig le fogom győzni, akkor ez csak fejben fog eldőlni, és ezt pedig én munkával tudom így legyőzni magam, ilyen mentális helyzetbe állítani, úgyhogy ezzel ez idővel jönni fog majd megint. Kellene egy olyan meccs, amikor mit tudom én, mondjuk az első 3-4 tripla sikerül, és akkor utána tényleg a többi az már jönne magától? Igen, hát sajnos még mindig jellemző rám az, hogy az első egy-két momentum, amikor én közbeszólok a meccsen, az a sikerül, akkor általában az meglendít engem, de egyébként szerintem ez minden sportolóval így van, nagyon kevesen vannak, akiknek ez nem számít. Egy kicsikét ez jobban jellemző rám, de mondom, ezt próbálom magam ettől függetleníteni, ugye, és nem csak a dobásokról, meg a támadásról szól a kosármeccs. Nekem főleg nagyon fontos védőfeladataim is vannak. Térjünk akkor visszatérlek a csapatra, már csak azért is, mert a Körmend mérkőzés szerintem azért is volt nagyon-nagyon jó, úgy, ahogy volt, mert a közönség így a végén szerintem sokkal jobban örült, mint hogyha nyertetek volna 32-vel. Így, hogy a végén egy olyan végjátékból jöttetek ki jól, amiből nem szoktatok általában jól kijönni, főként nem a Körmend ellen. Igen, azt hiszem, hogy a Pécs utáni meccs, a Pécsi meccs után volt a Lacinak egy ominózus nyilatkozata, amiről sokat beszéltek utána, ugye azt mondta, hogy nem mindig születnek ám a Lacik, és akkor arra gondolt, hogy a végjátékokat nem jól, nem nyugodtan oldjuk meg. Én úgy gondolom, hogy ez általában jellemző ránk idén, és van egy nagyon jó pontdobó irányítónk, de tényleg egyébként, amikor mondjuk a csapatot sokszor össze kéne fogni ilyen helyzetben, és mondjuk egy biztos gólt vágni, vagy akár büntetőzni, amikor mondjuk 5 faltja van az ellenfélnek, akkor tényleg lehetne mondjuk jobb megoldásokat választani. Én örülök, hogy a szombathelyi közönség örült, de szerintem nem lett volna sokkal szomorúbb, hogy mondjuk akár 30 ponttal megverjük a Körmendet. Más volt így a szájunk ízelve az igazsága, amikor tényleg a csapat lement, és tényleg ezt a győzelmet, ezt kiharcoltátok, és tényleg az, hogy ilyenkor az ember azt is figyeli szerintem, legalábbis a szurkolók 90%-a, hogy a Körmend visszajött a meccsben, a körmendi szurkolók hihetetlen módon belelkesedtek, kezdték elhinni azt, hogy nyerni fognak, és aztán végén nem nyertek. De,
A végén azt mondtam, a Nebojsa Dukiccsel beszélgettem az öltözőben, hogy a legnagyobb problémánk szerintem ilyenkor, hogy különbség van a között, hogy amikor mondjuk vezetünk mondjuk 10 ponttal, de érezzük, hogy az ellenfél csapata jön fel. És különbség van a között, hogy ezt a meccset nem akarjuk elveszíteni, vagy ezt a meccset meg akarjuk nyerni. Ez ilyen két különböző mentális állapot, hogy az egyik túlélni akarod igazából a dolgot, a másik pedig az, hogy emelt fővel, igen, átszakítani a célszalagot. Ez szerintem mi éppen túl akartuk ott élni, tehát nem akartunk kikapni a helyet, hogy győzni akartunk volna. A végeredményben ugyanazt hozta, tehát ugye nyertünk, csak a meccs képe más volt így. Végül is szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy ezeken a bizonyos kritikus pontokon valakinek át kell általában a csapatot lendíteni. Ezt az embert szokták úgy hívni, hogy vezér. Lehet, hogy ezért gondolta a Kálmán Laci, úgyhogy nem szeretik minden évben egy Kálmán László, mert nekem nem sértegetni akarlak benteket, se téged. Nekem nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy ennek a csapatnak nincs vezére. Tehát van, amikor Martin is elkapja a fonalat és dob egy-két pontot. Én úgy látom, hogy rád viszont nagyon hallgatnak a játékostársaik, van respekted, de úgy, hogy valaki stabilan a kezében tartsa azt a marsalbotot, azt én nem igen látom. Ezt szerintem jól látod. Tehát, hogy marsalbotot azt úgymond adogatjuk egymásnak. Ki az nagyon sok játékosnál megfordult a marsalbot már idén. Én nem feltétlenül gondolom, hogy ez rossz dolog, de mindenképpen jó lenne, hogyha egy vagy két játékosnál lenne. És nem is feltétlenül mondjuk támadásról van itt szó, hanem mondjuk meccsen úgy összehúzza a társaságot, hogy mond egy-két szót, hogy védekezésben egy olyan dolgot művel, például amit a Milán szokott egy jó blokkal, vagy egy jó lepattanóval. Igen, ez tényleg hiányossága a csapatnak. Szerintem remélem, hogy ez majd, ugye van még hátra most 4 mérkőzésünk, és utána a rájátszás, hogy ez konszolidálódik ennél jobban minden. Ez szerintem maximális igaz, amit mondasz, mert például a körmendi csapatban ott volt Richards, ugye, aki mondjuk mínusz 23-nál vagy mínusz 26-nál a szárnyai alá vette a csapatot, maga köré gyűjtötte, és megmondta a kis embereknek, hogy most ez az irány, ebbe az irányba kell menni. Igen, ez nem tudom, hogy Richards volt, én úgy érzem, hogy Popadics volt abban az időszakban jó. Richard szerintem az, aki a vezér a körmendi csapatnak. Igen, termete, súlya. Nem tudom, nekem annyira nem szimpatikus. De nekem sem, úgyhogy Richard szóval nem tudom, hogy mi történt. Én nagyon nem figyeltem így, ilyen szempontból a körmendi csapatot a meccsen. Sok sikert nekik a jövőben, nem tudom, hogyha ők ezen az úton mennek. Egyébként az első hazai mérkőzésen a körmend ellen ott is valamilyen hasonló dolog zajlott szerintem, mert én úgy gondolom, hogy ők ott bután játszottak, és pont emiatt, hogy ott Richards minden labdát elkért, mindent el akart dobni. Nálunk meg azért nem volt ilyen egy oldalon múlva támadás, és szerintem ezért tudtunk nyerni. Úgyhogy ha ő is a vezére, azért ez nem mindig működött jól nála. Most egyértelműen én a vezér szerepre gondoltam. Tehát ő rajta látszik az egyértelmű, hogy ő a főnök, az történik a kispadon, a pályán szinte, amit ő jónak lát. Na ettől függetlenül viszont, hogy akkor vagyunk tovább is a Falkónál, azt szerintem senki sem látta jónak, hogy Szegeden ismét veszítettetek, és nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy újfent egy nagyon szoros végjáték után. Hát Szeged, nem őrzök jó emlékeket, onnan épp a műsorot ugye beszélgettük, hogy a legutolsó meccs talán, amit sikerre jöttünk haza, az év volt 2012-ben, amikor ugye másodikak lettünk, és az is ilyen két ponttal, ilyen utolsó pillanatokban dőlt el ott a mérkőzés sorsa. Hát ennek nem örültünk, Laci mondta a meccs előtt, hogy ugyanolyan fontos mérkőzés ez, mint a körben, mert hogyha nyerünk, akkor ugye szinte be tudjuk biztosítani magunkat a 6. pozícióban, ugye ami a legelőkelőbb ebben a körben, ebben a klubban, ahol mi játszunk. Hát sajnos nem sikerült, pedig voltak jó szériák a meccsen, volt, hogy mínusz 7-ről felálltunk, és plusz 8-al, és ugye vezettünk, aztán megint feljött a Szeged, szóval nézőknek ez egy nagyszerű meccs volt szerintem, ilyen nem is tudom. A szegedieknek, nem? Szegedieknek, igen. Hibákat vétettünk, sok hibát. Laci utána azt mondta, hogy tudja, hogy miért vesztettünk, azt hiszem, hogy a nyilatkozatában ezt mondta, csak azt nem akarja megmondani, én azt hiszem, hogy tudom, hogy mire gondolt. Na. Mire gondolt? Nem tudom, nekem van erre jogosítványom, én nem hiszem, hogy sokan nem voltunk megelégedve a bírókkal, szerintem. Én külön gondolok itt arra, hogy nem tudom, kevés korrektebb embert láttam még emberként is, meg játékosként is, mint a Milán nálunk. A Majstorovics persze szerb, idős, tehát ő is tud piszkosan játszani, de centerben nem tud megélni, aki nem. És én valahogy ezt egy nagy kérdőjel nekem, hogy számomra nagyon ellenségesen fújnak ellene, és nem tudom megmondani, hogy miért. És itt is volt olyan nagyon sok tiszta helyzet, én is a pályán voltam éppen, amit közvetlen mellette láttam, és egyszerűen el voltunk képedben, hogy miket tudnak fújni a játékvezetők.
Úgyhogy hát, és ez is szerintem gond volt. Hogyha nyilván nem csak a, nem fogom én ezt a bírókra, de azt hiszem, hogy a Lacinak a nyilatkozatában talán ez is benne volt. Viszont az is tény, ugye, hogy a Falco elleni meccset megelőzően két nagy vereségbe szaladtak bele a tiszapartiak, viszont ezen a két meccsen Csirics és Jereminov nélkül játszottak. A Falco ellen viszont toldozva, foltozva, de mind a kettőket pályára küldték. Igen, pályára küldték, jól is játszottak szerintem, Csirics főleg az első fél időben, Jereminov ugye szinte vége a pályán tudott lenni, és egyfajta vezér volt. Gondolom, hogy érezték, hogy a Falcót idegenben meg lehet verni, ugye eddig az utóbbi években ugye szinte mindig nyertek ellenünk a Szegeden. Fontos volt nekik ez a mérkőzés, ugyanúgy, hogy nekünk is fontos lett volna. Hát egy szoros mérkőzés volt, ebben most mi jöttünk ki rosszul, de nem történt katasztrófa. Szombaton megyünk Fehérvárra, és azt a meccset be kell húznunk. Egy picit, hogyha még ennél szegedi találkozónál maradunk. Én ezt a neten néztem, általában úgy szoktam nézni a Falco idegenbeli mérkőzését, hogy mindig nézem a statisztikát, és meglepődve tapasztaltam, hogy bejött egy olyan fiatalember, Zorán Kuntisnak hívják, azt hiszem. Davorin Kuntis. Davorin Kuntis, igen. És lényegében ez a fiatalember egymás után szórta a triplákat. Szerintem a sportpályafutás egyik legpont erősebb mérkőzését produkálta. Rá nem figyeltünk, rá nem készültünk, avagy tudtuk, hogy jó játékos, csak igazán jó napot fogott ki. Hát hallottam én ilyet is, hogy jó játékos, nem jó játékos, néha brillírozik, néha a szürkeségben marad. Készültünk egyébként rá, és az elején szépen meg is valósítottuk, főleg a blokkoknál, hogy hogyan kell őt védeni. De hát tudni kell róla, hogy egy nagyon ilyen, hogy mondják ezt, egy ilyen, mint a elemes nyuszi. Duracell nyuszi. Ez a reklámhelye volt. Folyamatosan megy és szívja magát, és ez ebből jött ki sokszor úgy, hogy ő ugye zicsereket tudott dobni, és talán ebből tudott olyan ritmus szerezni magának, amiből később ugye a végén két fontos három pontost is dobott. Nem tudom, ez szerencse volt nála, ő általában olyan képéről, hogy nem egy jó kezű játékos, bocsánat. Úgyhogy hát a végén pedig nem tudom, hogy szerencséje volt ez, belobott két fontos három pontost, ami nekünk sajnos fájt. Hát igen, meg a végeredmény is fájt, ugye, mert kikaptunk, de ahogy mondta, a tragédia nem történt, már csak azért sem, mert a csapat továbbra is az első helyen van a középházban, mégpedig 28 mérkőzésből 17 győzelem, 11 vereség. A második helyen a Pécs áll 15 győzelemmel és 13 vereséggel. Nem néz ki számolni, hogy két győzelemmel több van nekünk. Fél lábbal már megvan ez a hatodik hely, ezt hogyan érzitek? Én is mindenképpen úgy, én továbbra is azt mondom, mint sokszor elmondtam, hogy én mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálok. Hát vannak a csapatban, meg a stábban, akik matekoznak folyamatosan, hogy ezt így meg úgy kell nyerni. Én úgy gondolom, hogy a következő mérkőzéseket talán 4-ből 4-et is tudunk nyerni szerintem. Ugye Fehérváron már nyertünk kétszer, egyszer nyertünk Fehérváron, igen, az alapszakasz utolsó mérkőzésen. Megvertük egy kicsit is ott is. Igen. Körben is tudtunk nyerni, utána is azon kívül pedig lesz két meccs a Pécs elleni és a Szeged elleni itthon. Én azt hiszem, hogy egyiket sem lehetetlen hozni, sőt, szerintem kell is nekünk ebből minimum 2, de inkább 3-at, de akár még a 4 is meg lehet, és szerintem simán meg lehet így a 6. hely. Azt tudtad mondani, hogy mindig a következő mérkőzésre kell összpontosítani, az pedig az Alba-Fehérvár lesz. 3-szor játszottunk, velük 3 győzelem, valószínűleg akkor meg lesz a 4. is. Nagyon remélem. Nem tudom, hogy ők versenyben vannak-e még, gondolom versenyben vannak a 8. helyre, úgyhogy ilyen gondolom, hogy egy élet-halál harc lesz nekik, és remélem, hogy mi is ugyanígy fogjuk felfogni ezt a dolgot. Remélem, hogy egy jó meccs lesz, és hogyha úgy alakul, mint a legutóbb, ami ugye egy szoros mérkőzés volt, de nyertünk, akkor én az, aki leszek békülve. Végezetül pedig, ha szeretnék szematekozni, hanem egy picit azért nézzük meg a felsőházat, már csak azért is, mert hogyha ez a 6. hely, amiről már többször beszéltünk, a mai napon meg lesz, és miért ne lenne meg, akkor ugye ez azt jelenti, hogy a felsőházban a harmadik helyzet jön. Hogyha matekoztok, számolgattok, ki lenne az ideális, ki az, akit szeretnétek, és van neki realitás? Érdekes a felsőház, ugye a Szolnokot megvert egyszer a Sopron, ami egy nagy, úgymond szenzáció volt, vagy mindenki felkapta rá a fejét. Kaposvár is tudott nyerni Sopron ellen, például az Asénél egy nagyon fontos ember kiesett, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy fog állni a felsőház. Nyilván én azt mondom, hogy a Kaposvár lenne talán a legjobb. Amire a legkevesebb esélyünk van, igen. Egy pici vezet több esélyünk van, nem mondjuk akár a Paksra, akár a Sopronra. Azt hiszem, tehát hogy ők legyenek a harmadik helyen. Én is úgy gondolom, hogyha mégis úgy alakulna, szerintem Kaposvár lenne nekünk egyébként a legjobb, mint ellenfél. Azután pedig úgy gondolom, hogy a Sopron. Ja, nem is kéne olyan sokat utazni, és egyszerűen itthon sikerült őket elkapnunk, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ott.
De jó lehet, tényleg az a sapron, szerintem én megfelelően. Remélem. Csak már tartanánk ott szerintem. Igen. Köszönöm szépen, hogy ma bejött, és akkor sok sikert legelőször is Fehérvárban, aztán folytatásban. Kedves nézőink, mi pedig akkor egy picit evezzünk más vizekre, teljesen más vizekre. Itt a hétvégén Szombathelyen, a főtéren, a Városközpontban egy kétnapos tájfutó versenyt rendeztek. Egy ilyen különlegességre természetesen a mi kameráink is kilátogattak. Közel 200 versenyző indult a Vasi megyeszékhely központjában megrendezett tájfutó I-Corps Szombathely kupa küzdelmeiben. A kétnapos viadalon kezdők és profik is rajthoz álltak. A 16 kategóriában megrendezett erőfelmérő legfiatalabb résztvevője csupán 5, míg a legidősebb 67 esztendős volt. Hát én ennek őszintén örülök, hogy ismét versenyezhetünk a főtéren. Most tavasszal tényleg két napot itt leszünk a főtéren, a Jóskarola lakótelepen, de én bízom benne, hogy ősszel is hasonlóképpen a főtéren, a Gályár Parkban, a Történelmi Témaparkban, a Falu Múzeumban szintén tájfutófesztiválon köszönhetünk mindenkit. Úgyhogy bátorítom Szombathely lakóit, hogy jöjjenek ki és nézzenek körül. Élvezzék, hogy milyen hangulat, amikor a tájfutók szaladgálnak a boltok és a különböző parkokban. Minek köszönhető ez, hogy Szombathelyen reneszánszát éri ez a remek sportág? Szeretném azt mondani, hogy reneszánszát éri, de majd reneszánszát fogja élni. Én azt hiszem, hogy nagyon lényeges, hogy olyan kezdeményezések indultak el, mint egyesületi szinten, több egyesületben is, mint pedig a önkormányzat támogatásával, a sportvezetés támogatásával, ami szerintem rendkívül fontos, hogy egy ilyen természetközeli, emberközeli és olcsó, mindenki számára elérhető sportágat népszerűsítsünk, és reneszánszát tegyük ismét. A Szombathelyi Egyetemi ESE bemutatóját, bemutatkozását követően nagyon rövid időn belül másodszor töltötték meg sportolók a Vasi megyeszékhely főterét. Az érdeklődők, a résztvevők számából arra lehet következtetni, hogy a város lakossága aktivizálható, a szombathelyiek igénylik a mozgást, a sportolási lehetőséget még úgy is, ha a helyszín a Városközpont. A mostani rendezvények kapcsolatban két fontos elemet emelnék ki. Az egyik, hogy célunk, hogy az év minden napján élettel töltsük meg Szombathely belvárosát, a szombathelyi főteret. A másik fontos szempont pedig az, hogy és szintén az év minden napján biztosítsunk sportolási lehetőséget a szombathelyieknek, akár legyen az futás, kerékpározás, vagy Nordic Walking, vagy zenés gimnasztika, tehát az év minden napján tudjanak menni valahova mozogni, lehetőség szerint a szabadba. Az egy visszaigazolás lehet akkor az önkormányzat számára, a szervezők számára, hogy nagyon sokan vannak, és ami külön öröm szerintem, hogy nagyon-nagyon sok a gyerek, a fiatal. Igen, a látogatottsága a rendezvényeinknek azt igazolja, hogy igen, ezekre a sportolási lehetőségre szükség van, és az is látszik, hogy jó rendezvényekkel, színvonalas rendezvényekkel a fiatalokat, akár a televízió, akár a számítógép elől is ki lehet hozni, még akár ilyen szeles időben is a sportolásra, mint amilyen a mai. Végezetül pedig ugye hamarosan jön a tavasz, aztán a nyár, gondolom a programok inkább besűrösödnek, elvégre a jó idő, az inkább ki tudja az embereket úgymond mozdítani otthonról. Várjuk a jó időt is, most már a héten megvolt az első kerékpáros rendezvény is, amely már azokon a kerékpáros körökön indultak, amelyeket a tél során, tél folyamán jelöltünk ki. És amint a csónakázótó környéke is rendben lesz, akkor ott is rendszeresen megkezdődnek a mozgási lehetőségek, illetve a sportolási lehetőségek. Végezetül pedig ez példamutatás, vagy pedig a sport szeretete, hogyan is indul ezeken a versenyeken? Mindkettő, hiszen sportolás nélkül úgy gondolom, hogy az emberek a munkahelyükön is kevesebbet tudnak teljesíteni, tehát hogyha nincsenek elég, nem elég edzettek, nem elég fittek, ez az én részem. A másik pedig, igen, úgy gondolom, hogyha egy politikus, vagy egy alpolgármester, vagy képviselő rendszeresen részt vesz ezeken a rendezvényeken, ezzel példát is mutat, hogy igen, és egyébként az előbb szóba kerültek ugye a fiatalok is, és az lenne a legfontosabb, hogy a fiatalok lássák a példát maguk előtt. Az idei esztendőben is egymást érik majd Szombathelyen a tájfutó versenyek. A következő viadalt április 2-án csütörtökön rendezik majd meg, melynek helyszíne a parkerdő lesz. Az erőfelmérő 14 órakor kezdődik.
Kedves nézőink, rendületlenül jönnek az SMS-ek, amelyeket természetesen köszönünk szépen. Két kérdés is volt, amely Bem Doynra vonatkozott. Nos, én nem is olyan régen beszélgettem Kálmán Lászlóval pontosan Doynról, és ő nekem azt mondta, hogy Isten igazából az a sérülés, az, ami neki volt, az egy elég súlyos sérülés volt, és csak lassan, fokozatosan térhet vissza, hogy Isten igazából majd a rájátszásban, azaz a playoffban lesz teljes értékű harcos. Én ezt az információt tudom önöknek továbbadni. Reméljük azt, hogy pár mérkőzés múlva, ugye azt jelenti, hogy még 4 meccse van a Falkónak a középszakaszban, majd formába lendül Doyne, és akkor a rájátszásban olyan játékot tudja segíteni majd a sárga-feketéket, mint amilyen játékot tőle megszoktunk, és akkor evezzünk ismét új vizekre. Tájfutás után következzen a torna, már csak azért is, mert sikert sikerre halmoznak a szombathelyi sportiskola sportolói, így aztán Rácz Gábor szakmai vezetőt köszönthetem itt, valamint Hűl Tamás edzőt, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Részéről, hogy a teljes neveteket is mondjam, röviden Szombathelyi Sportiskola. Talán kezdjük a sikereket a Diákolimpiával, ahol tényleg egyedülálló teljesítményt sikerült nyújtanatok. Ha jól tudom, akkor 5 érmet is hoztatok haza. Igen, egy hosszú hétvégén vagyunk túl. A pénteken a 3.-4. korcsoportos lányaink A kategóriában versenyeztek. Épp hogy ki tudtuk állítani a csapatot, mivel Székely Dóra éppen egy nemzetközi versenyen vett részt. De hál' Istennek így is egy második helyet sikerült elérnünk. A versenyen részt vett egy nem versenysporttal foglalkozó kislány is. Ez az első alkalom, mióta legalábbis én a szakosztályban dolgozom, hogy ilyen előfordult volna. A szombati napon a fiatalabbak versenyeztek. A legfiatalabbaknál az első korcsoportban egy második helyet sikerült elérnünk. A második korcsoportban már csak A kategóriában indultak a tornászaink, mivel itt már több tornász is le van igazolva, és ugye az az előírás, hogy a leigazolt gyerekek már csak A kategóriában indulhatnak. A második kategóriában, illetve a második korcsoportban már első helyet sikerült elérni, és a vasárnapi napon a legidősebbeknél a középiskolások versenyébe szintén egy első helyet. Diákolimpiáról beszélünk, Tamás, ugye? Igen. Melyik oktatási intézmények voltak azok, amelyek a csapatokat kiküldték, és amelyek a versenyzők mögött álltak? Az általános iskolás csapatok közül ugye a bázisiskolánk az Rényi iskola, az Rényi Ilona általános iskola, a középiskola pedig a Nagy Lajos gimnázium. Gábor, nekem nagyon úgy tűnik, hogy az Rényi az egy olyan fellegvár lett, amely országos szinten is hihetetlenül jól teljesít. Minek köszönhető? Annak az együttműködésnek, ami a sportközpont, sportiskola között van, vagy pedig más van a dolgok hátterében? A polisztól akkora lejárt. Ma már csak úgy lehet eredményeket elérni, hogyha a szervezetek, illetve a szervezetbe tömörült emberek összefognak és együtt egy célért dolgoznak. Ahhoz, hogy az élsportban eredményt lehessen elérni, ahhoz az élsportolóknak a délelőtti edzéseken is részt kell venni. Az Rényi Ilona általános iskola és a Nagy Lajos gimnázium közoktatási típusú sportiskolai osztályokat működtet. Ez azt jelenti, hogy akik élsportolók, azoknak az órarendben bent van a heti 2 délelőtti, vagy a heti 3 délelőtti edzés középiskolába, és erre az egyesület, a sportiskola ráteszi a délutáni foglalkozásokat és a szombati edzéseket. És ennek az együttműködésnek köszönhető az, hogy a Diákolimpia országos versenyeken eredményesen tudnak szerepelni. Szeretnénk ezt a sportiskola többi szakosztályaiba is elérni, kézilabdába, röplabdába, atlétikába. Kérjük a szülőket, akiknek tehetséges gyerekeik vannak a sportban, hogyha lehet, akkor ezekbe az iskolákba írassák az edzők javaslatára azokat a tehetséges gyerekeket, akik a érsportot megcélozzák. Tudnélék ma már ennélkül igazi nagy eredményt elérni szinte lehetetlen. Ugye tudja szinte mindenki, aki egy picit is járatos a tornában, hogy leginkább Szombathelyen kívül Budapest,
Békés Csaba, azok a fellegvárak, ahol nagyon sok tehetséges tornász van. Hogyha hozzájuk viszonyítjuk mondjuk a Zrínyinek és a Nagydajosnak a szereplését, akkor ez milyennek mondható? Tehát ezek az érmek, amiket elhoztuk, hoztunk onnét, ezek soknak számítanak, vagy azért a Békés Csabaiak, fővárosiak többet el tudtak vinni? Nem igazán indítottak csapatot a többi fellegvárból. Tehát akkor... valószínű, hogy kevesebb, vagy hát nincs olyan bázisuk, mint a mi szakosztályunknak, vagy hát lehet, hogy... Bocsássatok meg, hogy közbeszólok, ez a szervezettsége múlik. Itt Szombathelyen sikerült szakmai vezetőként azt elérni, hogy a bázisiskoláink tényleg együttműködnek velünk, és a mi igényeinket ők, hogy mondjam, kiszolgálják. Ezzel, hogy a tanmenetbe beépítik a délelőtti edzéseket, mi pedig ezzel szeretnénk megköszönni, tehát a sportiskola azzal szeretné megköszönni ezeknek az iskoláknak a segítségét, hogy az ő nevükbe eredményt érünk el, és a diákolimpián, ugye diákolimpiai versenyrendszerben van egy összesítés, és ezek az iskolák bizony oda kell, hogy kerüljenek a diákolimpiai versenyrendszerbe, a legelőkelőbb helyekre. Reméljük, hogy ez az idén is majd így lesz. Szeretnénk, ha ez az együttműködés tovább folytatódna, és ki tudna terjedni a főiskolára. Tamás, ezekben a sikerekben, amit elértek a gyerekek a Diákolimpián, mennyi munka van? Tehát mondjuk ezek a gyerekek, mondjuk egy általános iskolás kislány, heti szinten mennyit tréningezik azért, hogy Diákolimpiai bajnok lehessen? Első osztályban 4 edzésre járnak a gyerekek délután, viszont a délelőtti testnevelés óráikat is a tornaedzők tartják. Hát ha összeszámoljuk, akkor 7-8 edzésük nekik is van. Az azért már elég szép mennyiség, viszont ahhoz, hogy valaki nemzetközi sikereket érjen el, ahhoz talán még ennél is többet kell edzeni. Bizonyára Dévai Boglárka többet is edzett azért, ugye, hogy egy nagyon-nagyon szép sikert érjen el, konkrétan egy 6. helyezést, egy nagyon-nagyon jelentős nemzetközi versenyen. Igen, a Korbuci versenyen voltunk akkor a Bogival és a Békés Csabai Böccögő Dorinával. Most rám esett a választás, hogy én mehetek, utazhatok velük, úgyhogy de nagyon jó volt velük versenyezni. És ugye a Bogi első alkalommal, tehát első éves felnőtt, és rögtön az első nagy hagyományokkal rendelkező Korbuci versenyen ugráson tudott 6. helyet szerezni. Ennek nagyon-nagyon örülünk, de szeretnénk, ha az Európa-bajnokságra tovább tudna lépni. És még szeretnék visszatérni itt az előbbi diákolimpiára. Nem látom azt a szervezettséget a többi szakosztálynál, amit mi megvalósítunk itt az iskolákkal közösen, és ez bizony nagy hátrány a többi egyesületnél, de ha már jól csináljuk, akkor hadd csináljuk jól. És még annyival szeretném kiegészíteni, hogy a női tornában most újból bejött Dunaújváros. Nagyon szép eredményeket kezdenek elérni, és nagyon ügyes Kovács Zsófi a személyében egy nagyon ügyes tornászuk van. Ő jövőre lesz felnőtt versenyző, és lehet, hogy hallani fogunk róla, aki tart. Akkor fokozzuk a sikereket, ugye inkább soroljuk, bárhogyan is fogalmazhatunk. Szerb bajnokság volt itt a hétvégén, ahol, ahogy eddig is mondtuk, nagyon szép sikereket értetek el. Igen, ott a felnőtt szerb bajnokság és junior szerb bajnokság. Felnőttek között Csillagtünde és Dévai Boglárka szerepelt, a juniorok között pedig Székely Dória Szombathelyi Sportiskola színeibe. A 9 érem volt, mert Tündék volt versenyben megosztoztak a talajon a Böcögő Dorinával, így 9 aranyérmet osztottak ki, ebből 5-öt hoztunk el a szombathelyiek. Bogi, Dévai Bogi az ugrás aranyérme mellé még egy 3. helyet szerzett, a Székely Dóri pedig juniorban 3 aranyérmet szerzett, és egy 2. helyet a korláton.
Ezeknek a sikereknek biztos, hogy rengeteg összetevőjük van. Szerintem az is nagyon fontos, hogy kellenek ugye hozzá nagyon tehetséges versenyzők, megszállott edzők, és kell egy olyan légkör is, ami szerintem itt nálatok uralkodik. Én a KHS-on bemegyek, azt láttam tényleg, hogy hihetetlenül jó a hangulat. Hogyha úgy veszük, hogy Rácz Gábor nincs is itt, akkor erről te Tamás hogyan vélekedsz? Tehát mi az, ami szerinted itt Szombathelyen tényleg annyira jó, mert Vízer Erzsébetet és Gábort már nagyon sokat kérdeztük erről. Te, mint fiatal edző, hogyan vélekedsz? Mi a sikerek titka? Hát én is úgy gondolom, hogy egy nagyon összeszokott edzői gárdára van szükség, és szerintem ez itt most Szombathelyen meg is van. Sok fiatal edző is van, és úgy gondolom, hogy elég motiváltak vagyunk ahhoz, hogy ezeket az eredményeket, amiket a Gáborék elértek, ezeket majd később mi is elérjük, nagyon remélem, bár nagyon sokat kell még tanulnunk. Nem is olyan régen még, ugye, amikor a Szombathelyi tornáról beszéltünk, akkor Csillag Tünde volt az, akiről minden második mondatunk szólt. Most viszont ugye itt van Lévai Bogi, aki egy új trónkövetelő, hogy így fogalmazzak. Viszont aminek szerintem nagyon sokan nagyon örülnek itt Szombathelyen, az az, amit már hallottunk, hogy Csillag Tünde ugye úgy döntött, hogy folytatja a tornát. Szerintem rá a magyar tornasportnak, a Szombathelyi tornasportnak egyértelműen még jó ideig szüksége lesz. Hát azt gondolom, hogy ez így van, ahogy mondod. Tündé egy nagyon szolgálmas hölgy, és csak dicsérni tudom a hozzáállását. Nagyon sok buktatón, sérülésen, egyéb gondom van túl. Most élvezi a mozgást. Azt a talajt, ahogy most megcsinálta, az tényleg öröm volt nézni. Kapott egy hosszabb pihenőt, amit azt gondolom, hogy érdemes volt adni. Még nem volt gyakorlatunk ilyenbe, hogy egy 3 hónapos pihenőt adjunk egy versenyzőnek. A tornászok általában 1-2 hetet szoktak karácsonykor meg nyáron is kihagyni. De annyi mikro sérülése volt, talán még a lelkébe is volt 1-2, amit úgy érzem, hogy sikerült kipihenni. Most tényleg motivált, és tényleg olyan elánnal és szeretettel és örömmel végzi az edzéseket, hogy magával ragadó, és remélem, hogy húzza magával a felnövekvő fiatalságot is. Ez szerintem egyértelműen szükséges, már csak úgy beszéltünk jó versenyzőkről, jó edzőkről, jó légkörről, de példaképekre gondolom a tornában is éppen egy szükség van, mint bármelyik más sportágban. Igen. És erre Csillag Tünde akkor tökéletesen alkalmas a számotokra. Ne szűkítsük még itt le, mert nagyon sokan tehetséges versenyző, edző, ez még nem elég. Kell hozzá szülő, kell hozzá az iskola, kell hozzá egy nagyon jó csapatorvos és sok-sok-sok-sok pénz. Pont ezt akartam, nehogy kihagy itt a végén, hogy pénz, de azért a pénz nélkül is nagyon sok mindent el lehet érni. Bizony azért vannak dolgok, amiket nem, de én azt hiszem, hogy azért amit lelkesedéssel pótolni lehet, azt ti pótoljátok. Én köszönöm szépen, hogy bejöttetek a stúdióba, és további jó munkát kívánok akkor. És nagyon köszönöm. Kedves nézőink, mi pedig akkor ismét új vizekre vezünk, hogy egy kis foci is legyen a mai arénában is. Nézzük meg azt, hogy a Victoria Trend Optika FC, miket mondok, majdnem KC-t mondtam, FC csapata a hétvégén milyen eredménnyel járt, mégpedig a fővárosi Astra együttese ellen. A női labdarúgó NB1 alapszakaszának utolsó fordulójában a Victoria Trend Optika FC a fővárosi Astra csapatát fogadta. A mérkőzés előtt már biztos volt, hogy a szombathiek egy esetleges győzelemmel sem tudják kiharcolni a felsőházba jutást, ennek ellenére határozottan jól kezdtek Bánfalvi Attila tanítványai. A 21. percben Szakonyi került óriási helyzetben, de kihagyta az ittszert. Nem sokkal később azonban már góllá érett a szombathelyek fölénye, Ferencsik baloldali szöglete után Magyarics lőtt a vendégek kapujába. Térfécserét követően nagyon hamar egyenlített az Astra, egy előrevágott labdára Sümegi rajtolt és a bal felső sarokba bombázott. A 72. percben Dénes lábában volt a Victoria vezető gólja, ám sajnos ott is maradt.
A derbit végül Szabó döntötte el, aki a 81. percben egy jobb oldalról érkező szöglet után talált be Dömsödi kapujába. A hosszabbítás pillanataiban Siklér ugyan egyenlíthetett volna, de nem volt szerencséje, így maradt a 2-1-es vendégsiker. Igazából nagyon feszült vagyok még mindig, úgy gondolom, még be kell illeszkednem. A posztomat se érzem még annyira, reméljük, hogy ez változni fog a meccsek folyamán, és reméljük, hogy sikereket érünk el a továbbiakban, és nem ez a döcögős lendület lesz, mint hogy hát most is jó voltunk, de hát ezen még változtatnunk kell bőven. A mérkőzésen a döntetlen sokkal igazságosabb eredmény lett volna, de amíg a szombathelyek kihagyták a helyzeteiket, addig a vendégek jobban sáfárkodtak kevesebb lehetőségükkel. Azt gondolom, az első fél időben valóban nekünk állt a mérkőzés. A gól mellett volt még 2 ordító helyzetünk, amit nem tudtunk értékesíteni. Akkor nyugodtabb második fél idő elé nézhettünk volna. Aztán a szünetben váltott az Astra, ezt lassan és nehézkesen reagáltuk le. Ebből jött az egyenlítő gól, és aztán egy szögletbeli figyelmetlenségből kaptunk még egyet, de a második fél időben már minőségben nem tudtunk annyira dominálni, mint az első fél időben. Nem tudtunk akkora labdabirtoklást kialakítani. Igazából ennek köszönhető, hogy elmaradt a siker. A Victoria Trend Optika FC a csalódást jelentő 6. helyen zárta a bajnokság alapszakaszát. Ez pedig azt jelenti, hogy a szombathelyek az alsóházban folytathatják majd a pontvadászatot, ahol a Femina, az Újpest és a Szeged vár a vasiakra. És nézzünk, azt hiszem, hogy a mai arénában voltak jó hírek, voltak nagyon jó hírek, voltak kevésbé jó hírek, de én azt hiszem, hogy a Falco és a Victoria is nagyon hamar kijavítja majd azt a botlást, amit itt a hétvégén elszenvedtek. Mind a két csapatnak nagyon hamarosan lesz majd lehetősége arra, hogy győzelemmel felettesse a vereséget, viszont nekem most már alkalmam lesz arra, hogy gyorsan kisorsoljam azt a 2x2 darab belépőjét, amely majd a Haladás és a Budapesti Honvéd mérkőzésére lesz érvényes. Most nézzük tehát ki az első nyertesünk. 20-928-89-14-es számról írta kedves nézőnk. Gratulálunk neki. Még a másik 30-906-44-01-es számról, tehát mind a két kedves nézőnk 2 darab belépőjegyet nyert. Az április 5-i szombathelyi Svitelszki Haladás Budapest Honvéd bajnoki labdarúgó mérkőzésre gratulálunk a kedves nézőinknek. Az arénába ennyi fért, de hamarosan következik majd az Akadémiai Foci Magazin, úgyhogy ne menjenek messzire, tartsanak továbbra is velünk.